Egyedül, részvevők nélkül, de tartotta a hagyományokat Bonyhád polgármestere április 16-án. Ezen a napon emlékezünk meg minden évben a holokauszt magyarországi áldozatairól. Bonyhádon Filóné Ferenci Bolya polgármester koszorúzta meg azt az emlékművet, melyet 2014-ben adtak át. Bonyhád életében jelentős változás hozott a holokauszt, hiszen több mint 1200 polgárát veszítette el a város. Ezért a deportálás 70. évfordulóján emlékművet állítottak. Pasitka Herman, bonyhádi lelkész szerint minden évben meg kell emlékeznünk az áldozatokról, mely hagyományokat a fiatalabb generációnak is át kell adnunk. Akik akkor még nagyon fiatalok voltak, 15-20 év között, ők nekik és túlélték, ők közülük még élnek némelyek, de épp ezért azok, akik ezekkel a dolgokkal tisztában vannak, és ráadásul látjuk az imént is említett folyamatokat Európában, ez akkor nagyon is meg kell, tehát hogy mondjam, az új és új generációkat meg kell tanítani arra, hogy Európának a történelme milyen súlyos bűnökkel terhel. A 76 évvel ezelőtt történt események során csaknem 600 000 magyarországi zsidó származású ember gyilkoltak meg, vagy üldöztek.